Szervusztok, Pajtik! Sziasztok, Gazdik! Ime, itt vagyunk mi. Indulunk. Megyünk a valentinnapi sétánkra. Csak úgy megjegyzem, Gazda lusta módjára lassan nyitja a kaput. De azért csak-csak kinyílik, és indul a napi rendes sétánk. Elindulunk, figyelünk, szimatolunk. Minden ismerőst, akit felismerünk, itt a fa mellett szépen bejelölünk, meg is mondjuk neki, hogy mi van velünk, váltunk egy-két e-mailt, meg hasonlókat, tudjátok, olyan kutya e-mailt. És kiérkeztünk. Kiérkeztünk a futtatóhoz. Idekint már a cimborák várnak. Tehát indul mindjárt a játék, lehet kergetőzni, lehet ugrálni, lehet futkározni. Gazda itt már nem szól bele, itt már nyugodtan lehet rohanni. És a barátok mind itt vannak, akik számítanak. Tehát jó a társaság. Tudjátok, hogy Bence miért sunyog? A pofájában van egy labda. Egy nem egészen ép labda. És ő ezt vigyázza. El is bújt vele, nehogy valaki felismerje. Nehogy valaki rátegye a mancsát. Tehát ő rágja a labdát, a többiek figyelhetik.
figyeljetek csak, mit látunk mi? Hát a túloldalon egy berni pásztor sétál a gazdájával. Nem is ismertük, és hiába megyünk oda, nem jön be. Hát, tudjátok, ilyen ez a kutya élet. Mi csak figyelünk, mi csak nézünk, és ezek a gazdák, hát tudjátok, pedig most Valentin nap van. Na mindegy, menjünk a dolgunkra, s futkározzunk, ugráljunk csak tovább, úgy, ahogy ezt eddig tettük. Aztán persze irány haza. Megyünk az úton, s figyelünk. Hát, ha megérezzük a berni szagot. De nem, ez már elment. A kapu előtt még megvárjuk a gazdát, aztán irány be a fűre, tessék nézni csak, hogy pihen a falka egy jól sikerült séta után. Mai filmünk eddig tartott. Sziasztok Pajtik, sziasztok Gazdik! Mi búcsúzunk. Sziasztok, szórakozzatok jól!